Azért vágom a mazével együtt, mert akkor nem kell külön kivenni. Ez a Gordon Ramsay konyhájában is így csinálják. Olyan ügyesen megtanulta a kicsi vanna a szótagokat. Hát nagyon tetszett. Milyen szótagokat? Ja, beszél, nem? Már mindjárt a lélek páromban. Ez egy helikopter volt. Ez egy ilyen ember eltűnő kereső helikopter. Ahogy nem. Majd nekem marad. Nem kérsz? Olyan ilyen szépen. Az a helyzet, nem vágok föl több kenyeret. Most mi van? Hát nem veszem el tőle. Csak megigazítottam. Figyelj, Laci! Kéne még fa? Megyek, hozom! Jó, addig süssem a tiédet. Igen, légy szíves! Hozzak neked tányért tele? Hát az emeltem. Elég? Megyek! Vigyázz a magadra! Jó! Még instruktálok. Az Attilái biztos elmegy körülnének. Figyelj már, Hajni! Igen. A Kamenszky Laci az nem hoz fát? Hát elmen, gyűjtjen. Hát azt tudom, de hát most így hogy süssük, ha nincsen fa rendesen? Te figyelj már, mikor ment? Ki látta a Kamenszky Laci? Én sem láttam, basszus! De mikor ment el? Bak? Hát, egy tipu persze, negyed órája már visszajött. Ki visszajött már? Nem! Eltűnt Inci! Feszívódott! Ne szórakozzatok, mikor? Hát már lement 20 perce. Nem, most hozott fát. Nem hozott fát, hát hogy fejezzük így be a sütést? Laci! Lackó! Most még hát 20 perce tűnt el. Jó, hogy ő nem tud igazából. Fogalma nincs, hogy merre van. De ez még nem lehet messze. Buszpályára se talált el, tehát nagyon még messze nem lehet. Nem lehet messze még. Szerintem még ne hívjuk még a rendőröket, mert elindulunk meg találjuk pikpak. Laci! Nincs mit tenni. Beégtünk, srácok. Beégtünk. Van itt egyáltalán térerő? Van. Van. Nagyon-nagyon kevés. Besegélyhívásra pont elég, nem? Nekem meg a szalannál
Jó napot kívánok, Lovas Irén vagyok, a Molnár Gábor Műhely Alapítvány vezetője, és szeretnék segítséget kérni egy eltűnt fogyatékossággal élőnk miatt. Kijöttünk a Csácsi Kulthoz. Igen. Hát ő egy 30 év körüli fiatalember, 180 valami 3-4 cm magas, de értelmi fogyatékossággal élő, tehát nem tud sem időben, sem térben tájékozódni. Elment fát gyűjteni ide a közelbe, aztán valahogy elbóklászott, de hiába keresünk, nem találjuk meg. Kiabálásra nem reagál. Igen, itt vagyunk a Sácsik útnál, így van. Egy szalonnasütésre hoztuk ki a sérülteket, és igazából a gyűjtés közben elment. Szerintem nem tudja, hogy kell visszajönni, vagy nem találja az irányt, de nem tudjuk, azt tudjuk, hogy merre indult el, de hogy konkrétan onnét hová kanyarodott, vagy hová nem, azt nem tudjuk. Igen, igen, hát szerintem is egy kutyás segítség még jobb lenne. Jó, várjuk Önöket, viszontlátás! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kijöttünk szalonnát sütni, és elmentek rőzsét gyűjteni a fiatalok. Aztán az egyik gyerekünk nem jött vissza. Nem tudom. Hát igazából nem gyerek, már felnőtt. 180 körüli magas. Csíkos póló volt rajta, keresztbe csíkos, piros csíkkal. Szemüveges. A nadrágja, hát ilyen szürkés, zöldes, terepszínű nadrágja volt. Mit kell tudni még? Fekete haja van. Hogy hívják a... Kemencki Lászlónak hívják. Kiabáltunk neki, de nem hallja, úgyhogy abba az irányba ment el, de nem találjuk. Mikor találkoztak vele utoljára? Mi volt ez az időpont, amikor látták? Hát talán egy negyed órája mentek el, és a többiek mind visszajöttek, ő pedig nem. Úgyhogy azért kérjük a segítségüket, hogy próbáljanak meg nekünk valami módon segíteni. Rendben, megteszünk. Jó, köszönjük szépen. Ügyelet Ajka járőr közleménye, eltűnt személyről kaptunk bejelentést Ajka Kaphegyen. A személy leírás 180 cm magas, sötét hajú, szemüveges fiatalember. Kemencki Lászlónak hívják, csíkos, pirosfehér csíkos felső kísérlet, illetve szürkés zöldes nadrágot. Körülbelül 4 óra 20 perc látták utoljára itt a Kaphegyen, elment a társaival fát gyűjteni, majd nem tért vissza. Rendben, nyugtáztam, azonnal összeszedem az embereket és küldöm őket. Jó, és akkor a kutatást elkezdjük. Nyugtáztam. Köszönöm szépen, hogy ilyen szép számmal megjelentek. Gyakorlatilag arról van szó, hogy fiatalok itt-kint pitnikeztek a tónál, a tó mellett, és egy fiatal srác eltűnt körülbelül 30 perccel ezelőtt. 184 cm magas, fekete hajú, csíkos pólót és szürke nadrágot viselt. Térben, időben tájékozódni nem tud, szemüveg van még rajta, és körülbelül, ahogy az elejét mondtam, már 30 perccel ezelőtt tűnt el az erdőnek ebbe az irányába. Minden esetben az lenne a kérésem, hogy egy soros vonalba álljunk fel az út szélétől, és akkor, amikor külön fogok szólni, akkor ebbe az irányba, hogy az előbb mondtam, meg kell majd indulnunk. Az lenne a kérésem a felállás szempontján, hogy egy rendőr legyen és egy civil segítő, hogy itt tudják egymásnak a munkáját segíteni, olyan távolságban kell állni, hogy egymással tudjanak kommunikálni, és senki ne veszítse el a másikat. Feltétel az, hogy mindenképpen meg tudja keresni ezt a fiatal embert, aki kommunikálni nem tud, nem tudjuk gyakorlatilag, hogy azon kívül, hogy melyik irányba ment el, mit fog csinálni, lehet, hogy a földön fekszik, lehet, hogy a fára felmászott, tehát minden irányba el kell majd tekinteni. Ugye az a kérésem mindenki felé, hogy akkor az út szélén, arccal ebbe az irányba, egy soros vonalban kérjük, álljunk föl. Előre!
Én nagyon szépen köszönöm az önkénteseknek a segítségnyújtás, hogy ennyien jelentkeztetek az eltűnt személynek a keresésére. Csak annyi az összprobléma, hogy nekem most el kell válnom a kutyával együtt a csapattól, ahhoz, hogy eredményes munkát tudjunk nyújtani a keresésbe. Én szívadok neked egy rádiót, hogy tudjunk kapcsolatban maradni, és hogyha valamit találok, akkor én fogok szólni. Tek-tik! A kezem is. Inci, megtaláltuk a lackot, tovább egészségügyi segítség kellene, a fején van sérülés, és a keze is vérzik a lackónak, de eszméleténél van. Ennél nagyobb is köszönhetett volna. Marad. Jézus Isten, Laci! Mit csináltál? Minek mentél a fára, te szeresztél? Az öreg szóltak nekik, hogy ne jönnek ide annyian, mert akkor még rosszabb lenne. Bele van ezt a kicsit. Akkor hol lábad nem fáj? Fel tudsz ülni? Segítek el, nem vagyok. Ez csak ilyesmi, jó? Nem egy időt, csak nagyon lassan. Én meg fogom a kezét. Ha keresünk valamit, Tudják, hogy kell lesz ki, az akkor rájönnek. Múltkor őrültem.